filmezzél olyat is, amin én is rajta vagyok. Nem, csak én pedig egy halászlevet kérek. 24-et. Akkor viszont oda tesszük a szányért, mert az önhalászlét még nincs megrendelve. Viszont ja, ott meg már... Ahhoz csak kenyeret kérnék szépen. Hogy... Az szerintem egy osztály kirándulás előtti... Hát te, ő is tud róla. Kéne, hogy jöjjön. Te itt már meséltem az elején, hogy valakivel jöttem, akinek a 70 év, 60 éves érettségi találkozója van, és azt mondja, hogy ők mindig a volt osztálytermükben tartják. Aha. És utána mennek kaján, hogy a 65 éves, ja. 55 éves. Jó, az egy jó ötlet, akkor a Rákóczival lesz az 55 éves. Vagy ott kezdünk. Már nincs meg rég, mert az teljesen átépített. Á, persze. De milyen jó is, hogy csinálod. Uram, kenyeret... Ja, ő megjött közben, jó. Értem, pedig amit kiúztam, azt nem tudtam, és elkezdtem egy másikat mondani. Rám szóltam, hogy hívták a nagyvattanát, az író ember. Jávor. Jávor, jávor. Azt mondja, ez nem az a tétel, hogy megszól az érettségből, és miért azt mondja, ez engem nagyon érdekel, folytassa csak. Valaki az a pasas, a 97-ben, mikor bejöttek az amerikaiak 96-ban Tasszára, egy évre már nyugdíjaztak olyat, akinek már megvolt a fora, hogy nyugdíjba mehessen. Pár embert elküldtek más reptérre, Tasszára, Pápára, Kecskemétre. Csicsután nem tudtam mit csinálni. Akkor azt csináltuk egyik barátommal, hogy kiálltunk a népközre, kiültünk oda nagyjából a Bábszínház környékére, és minden embert megszólítottuk, hogy nem tud-e vilekodni a állás. Még nem volt ötve. Hogy ezt nem tudtuk elhelyezkedni. Na, aztán elhelyezkedtem végül is. Két hónapot dolgoztam a Metrimpexnél, mint másodgyakorlat. A borítékokat kellett felbontanom, és aztán utána volt egy szelekció, amit a minisztériumból közölték, hogy van egy szelekció, be lehet oda menni, frissen érettségizetteket, vágóasszisztensnek keresztül a televízióba, állítanak 150 közül kiválasztottak hatónkat, hogy boldogan elköltöttek egy pár hónapot. Bárjuk harmad mindenit, hogy Bábi Zoltán tanár úrnak, Tamási Hajosné tanárnőnek, Rugosi Margitnak és a többieknek, kivételesen. Jávorodott mindenek előtt. És a Pityesz? Mindenkit nem akarok felsorolni, mert egészen kivételes tanári karmat és hálával és szeretettel gondol vétek. Szerintem az elmúlt 20 év egyik legfontosabb verse ez. Átvonulás az a címe. A változás lecsengett, célhoz ért. Milyen remek, hogy csendes, vértelen. Izzadt a fényes pofájú értelem, s lessük jó fiúk, kikapja most a bért, jutalmat, állást, szent babért, s kimarad megint talpig mesztelen, fetrengve porba mélybe len, pedig egyet mást ő is megtett azért. A masszalágy, de szilárdul már a kéreg. Helyet talál magának a féreg és a vérebb. Az esték lágy szava,
régi harangkondás. Mintha jártunk volna már a tájon. Ez Isten verte szikes szűk lapájon, hol engedélyezett a kondás. Köszönöm szépen! Akkor szólítsuk a következőt. Részlegvezető vagyok, aktív vagyok még egyelőre. Természetesen civil, de mint a Honvéd Kórház, mindenki vigyázom, mert én nemzetbiztonsági ilyen megfigyelés alatt állok, vagy hogy hívják ezt a... CT-típusú. Hát sokat dolgozom, ugye endokrinológiával, hormonokkal foglalkozom. Elég sok közleményt írok, az utazgatok kongresszusokra, elég sokat, de most az utóbbi időben megint próbálok zenével foglalkozni többet. Most több egy hónapja István Gimnázium Jubileumi zenekarával jár. Egy 80 tagú szimfonikus zenekar játszottam a helyi védői zongoraversenyt, meg szoktam előadásokat tartani zeneszerzőkről, betegségeitről elsősorban, hihetetlen érdekes, hogy Chopinnek a milyen betegsége volt, Schubert, Heine, Beethoven, ezekről volt eddig szó. Hát a két gyermekem az Németországban él. És hát tulajdonképpen... Azért vagyunk együtt. Igen, de... Azért vagyunk képesek együtt lenni. Ez talán a jobb megfogalmazás, mint a Miklós mondott. Igen. Tehát nekem volt egy olyan fiatalkori elképzelésem, hogy vajon különböző végzettségűek és embereket egy klubba összehozni. Nem csináltam meg természetesen, mint annyi sok mindent az életemben. De talán még van rá lehetőségünk, mert mi az, ami minket itt összehozott? Az, hogy valamikor annak idején 50 évvel ezelőtt, meg 54 évvel ezelőtt elkezdtünk együtt egy pár évet eltölteni, és onnantól kezdve snip. Hát, hogyha most egymást megkérdezzük, akkor egy-két-három ember az, aki tartja egymással a kapcsolatot, a másik három, vagy másik esetleg, másik négyével, hárommal. Nem tudom, mekkora körbe megy el. Én az e-mailvel nehezebben vagyok, nem azért, mert nem kapok naponta sok e-mailt, és nem kell megválaszolnom, hanem valahogy a e-mail nekem a hivatali dolgokhoz, meg a szakmai dolgokhoz kötődik kevésbé. Szóval arra nem vagyok szocializálva, hogy személyesen e-mailben cseverészek. Szívesebben csinálom, viszont személyesen ez a jó dolog. Tehát magam részéről szeretnék ahhoz csatlakozni, mindig a te kezdeményet én támogatom, de azt látom, hogy évek óta nem tudunk ebben előrébb lépni. Én magamról szeretném nektek mondani, hogy engem most nagyon nehéz időket éltem át, mert ugye 2007-ben, egy ilyen osztályt, pszichoterápiás, pszichoszomatikus osztályt vezetek, amit Tündéregynek becéznek, mert ott volt a Tündéregyen, és a Lipóthoz tartoztam. Látok, van két fiam, két és fél unokám. Majd most már főleg ezzel telnek a napot, meg időként bizsgezek két tettes társammal itt. A Péter Jánossal. És valahogy úgy elmennek a napok, meg a hetek, meg a hónapok, ezt most kezdem szokni, mert a tavalyig még visszajártunk Brazíliába, most idén van az első évben már nem megyünk. És egy elég furcsa állapot, hogy értelem nincs semmi olyan határidő szint, amit meg kéne csinálni, de azt hiszem meg lehet szokni. Biztosan látni fogjátok, hogy kevés olyan ember van, aki úgy belenyugodott a sors által vezérelt dolgokba, mint ahogyan én belenyugodtam. Az érettségi után fölvételeztem az élelmiszeripari főiskolára, a matekot elszúrtam, nem vettek föl, elmentem dolgozni. Egy országos szakipari vállalat, a neve többször változott, de ahhoz a céghez kerültem, ahol nagyon jó kollektíva fogadott, nagyon jól éreztem magam, és megragadott engem az a lehetőség, hogy állandóan szinte az egész országban jobbra-balra, északról délre, keletről nyugatra lehetett menni. Ez sikerült. Tanítottam, iskolaigazgató voltam, aztán az utolsó
15 esztendőben ment a oktatás politika önkormányzati szakaszában terepén töltöttem, a 15. keleti művelődési osztály vezetője voltam. Tavaly mentem nyugdíjba. Néhány mondattal már belekezdtem itt a mai oktatás politikai elképzelésekbe, de talán jobb ezt nem folytatni, és talán jobb nem ezzel foglalkozni, hanem egymásnak örülni, mert én nagyon örülök így. Bódi Bélától egészen. A Bódinak örülnek. Ami hát szeptemberben fog elindulni, és most van itt egy végzős osztályom. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi az élet, valami fontos, van két gyerekem, fiam, lányom, dolgoznak, egyik orvos, másik kulturális menedzser. Na és így, szóval viszonylag nyugodtan csendben, amennyire ebben a szakmában. Egyik intézményben, másik intézményben, miután az egyik vejünk orvos, az ilyen mindent megtett értem, úgyhogy na, ő legyen a Jani, és apósát meggyógyítja, és ezért sajnos ez úgy tűnik, hogy nem sikerül. Sajnos ez úgy tűnik, hogy nem sikerül. Végső soron megvan a... Mondj valamit egy családra. Egy család, egy lányom van, de unokám sajnos nincs. Azok a rossz, mai típusú jobbik, akik nem törődnek a gyermekekkel és a... Utánpótlásra. Nem is beleszólni ebbe. Igen, nehéz. Nagyon jól érzem magam. Két napra jöttem haza Galíciából. 2000 km vezettem ilyen állapotban. Nem a Vovi Galíciára gondoljatok, hanem a Compostela. Ibéria felé. Nem keverjük a Galíc, hanem Galícia. De akkor a Szabó János volt a miniszter éppen, a szép Szabó, mert azt írták az újságok, hogy az osztályban két Szabó volt, egy okos Szabó, meg a szép, és nem tudom miért mai napig se a szép Szabó engem megkért, hogy maradjam. Egész mostanáig maradtam, valójában, hát a Laci szerintem azt tudja, tehát én a haditechnikai kutatásfejlesztésben vettem részt, sőt azt irányítottam utolsó pillanatig. Most mindenfajta politikai felhang meg egyéb nélkül, tehát úgy éreztem, hogy a tudomány hát az országban kísérle, hogy finom legyek, és az arcomat meg kellett őrizni saját magam számára, tehát úgy beszéltünk a előbb említett miniszter úrral, meg a közigazgatási államtitkár úrral, hogy átadom a helyet ezek fiataloknak. Na, magamról hiányzó kedvére előről kezdem, tehát amikor innen végeztük az érettségi, akkor én villamosmérnöknek mentem, onnan az Egyesült Izzóba, ott fejlesztéssel, külkereskedelemmel, üvegiparral, üveggyártással, mindenfélével foglalkoztam. És utána pedig, amikor ilyen 80-as évek vége felé olyan kezdett nyílni valamennyire az ég, volt egy szakasza, akkor egy ilyen vállalkozásba helyettes lettem Pest megyébe, és lényegében 91-ben kerültem vissza Ráckevére rendőrkapitánynak. Hát még a rendőri pályafutásom legelején elvégeztem a jogi egyetemet, ezredesi rendfokozatot kaptam a 89-ben, 2004-ben mentem nyugdíjba, annyit jelent, hogy 40 éves rendőri múltál mögöttem. Elmondhatom, hogy 45 után az egyetlen emberke vagyok, aki 40 éve lehúzott a rendőrség állományában. Azt mondja, hogy hát veled mi lett, mióta elmentél? Mondom, hát Feri bácsi, azóta én már minden voltam, csak akasztott ember nem volt. Azt mondja, te vigyázz, nem még lehetsz. Most komoly politikai ellenfelek voltunk az öreggel. Én leszavaztattam őt egyszer a parlamentben. És én addig szerettem a politikát, amíg politikai ellenfelek ilyen viccet megengedtettek maguknak egymással szemben. Ja. Szóval ott hagytam a politikát, ott hagytam azt is lényegében, hogy a
volt Szovjetunióban menjek. Kevesebb ideig, 16 évig voltam ennek tagja, és aztán 2006 és 10 között már csak frakció szakértőként maradtam, mert Izrael ugye megszűnt. Minden kapcsolat, a pártok sokat örömére, mások bánatára megszűnt létezni. Úgyhogy azóta az én egyetlen kapcsolatom a parlamenttel, ha ez annak nevezhető, de azért valamennyire annak nevezhető, a Szenátorok című elnevezésű kórusnak vagyok tagja. Legutóbb épp Gót Mikivel zenéltünk. Kémiai diákolimpiával ez is teljesen haza. Pedun Agámar a három lányoktól, 5 és 19, most már 20 éves között, és ez a legnagyobbik, ez is sajnos elmegy, mert a gyerekeim részben elmentek, és elmegy Cambridge-be tanulni, mert fölvették. De búcsúzóul, itt a elmúlt fél évben elhívtuk őt magunkkal egy kis körútra, és meglátogattuk az egyik lányomat Ausztráliában, meg a másikat Maláziában, a harmadik itt van. És akkor éltek olyan. Unoka nincs. Most egyedül vagy? Egyedül vagy? És amikor jött a rendszerváltozás, akkor pedig egy céget alapítottunk, analitikai műszer, szerviz és kereskedelem, meg minden, ami ehhez tartozik. Ebbe élünk és mozgunk. Idők folyamán, hát nem mondom, hogy munkabuzi lettem, de az, hogy tényleg reggel 6-tól este 10-ig úgy kitöltik a dolgok az életemet, de azt úgy többeknek, vagy többen tudjátok, mert 5 éve is említettem, hogy ilyen társadalmi feladataim is lettek időközben a református egyházhoz kapcsolódóan. Az egyik a Presbiteri Szövetségben vagyok egyik titkár, a másik meg egy Biblia Szövetség nevű társulatban vagyok alelnök. Úgyhogy azoknak a különböző rendezvényei, programjai, van egy országos újság, a Presbiter című újság, abban egy rovatom van, egy állandó rovatom, tehát az a címe, hogy az ige körül. Tehát ezek jelentenek egy állandó olyan programot. Dolgoztam, és azóta házi orvos vagyok, ennek most már mindössze 26 éve, ha összeadjuk ilyen a 40 valamennyi. Nyugdíjasként dolgozom, KFT-n van, és házi orvos vagyok itt a szomszéd utcában. Két utcával, az én Bockári utcában van a rendelő. Nagyon sok betegen van, 2000 körül, és ennek a fele 60 év fölötti, iszonyosokat melózom. Reggeltől estig, hétvégén viszont sportoló, megiszizem, biciklizek, néha úszom, a Balaton bárját úsznak, amit játszok a most utóbbi 10 évben. Két gyermekem van, azt már elmondtam a utóbbi továbbra is.